or technique. I play mostly what we call traditional grip. Ez az én dobver vagy pergődob használatom. Legtöbbször a klasszikus fogást alkalmazom. But I also play match. De van, amikor a fordított előfogással játszom, elnézést. If you can all see, szimmetrikus. The stick placement or the angle is identical. De bármelyik fogást is használom, a verő szöge az ugyanaz. It's not like this. Tehát nem így. Everything is very relaxed, it's very open. It's like a... Minden nyitott, laza, egyenes, természetes vonalban. We had a consistent rebound. Tehát beszéltünk már erről a konzisztens vagy állandó visszapattanásról. And when I play the ride cymbal or the hi-hat or any part of the kit, I try to keep the stick what we call perpendicular or parallel to the playing surface. És bármit is ütök meg a dobfelszerelésen, mindig megpróbálom lehetőleg legjobban egy vonalban tartani a megütendő felülettel a verőt. Okay. I don't play like that. Tehát nem így játszom. Rajta. Much bigger sound. I also try to do something that's similar, I think, maybe to classical piano technique, where the weight of the arm falls down sometimes below the level of the cymbal. És néha úgy is játszom, amelyik a klasszikus zongora technikához hasonlóan, hogy a kéz lejjebb kerül a cintáér vonalánál. So I'm taking advantage of the weight of my arm to help get the sound. I'm not snapping, I'm not working hard. Tehát a hang létrehozásával kihasználom a karom súlyát, nem dolgozom feleslegesen. If when you drum, if you hurt afterwards, abban az esetben, hogyha dobolás után fáj, that's your body telling you that you're doing something wrong. Akkor ez azt jelenti, hogy a tested figyelmeztet arra, hogy valamit rosszul csinálsz. Okay. Otherwise, technique, as far as I'm concerned, everyone can do what they like. I just don't want to see anybody hurt themselves. Egyébként meg abszolút nem számít szerintem a technika, csak egész egyszerűen fájdalmat nem okozzon magunknak azzal, hogyha játszunk. So, you play relaxed, think of the music that you're playing, listen, it's fun. Tehát játszunk könnyeden, lazán, gondoljunk arra a zenére, amit játszunk, szórakoztató. Okay. I would like to open it up if anyone has any questions about that or anything else. Esetleg, ha valakinek kérdése van, akkor most felteheti. I have to stand up because I cannot tell you what pleasure and privilege to ask you. It's really a, it's very my pleasure to ask you a question. I would like to ask you about what kind of click could you recommend to practice this swung eighth note, so this swing feeling, because I heard so many different ideas about. So I heard sometimes, for example, a faster tempo to use for 1 and 3 or 2 and 4 or all the 4 chord notes. So it's very important. Nagyon megtiszteltetés számomra, hogy ezt önnek tehetem fel ezt a kérdést. A kérdésem az volna, hogy milyen metronóm beállítást javasolna a triolás érzet gyakorlásához? Good question. Nagyon jó kérdés. When you first asked what kind of click can you recommend, I was very happy because my good friend Isabella from Yamaha Atlantis is here. And I just got a brand new Yamaha click. Amikor elhozott a kérdés, hogy milyen metronóm beállítást javasolnék, nagyon boldog lettem, mert van kedves barátom Isabella az Atlantis Yamahától, és kaptam éppen egy új Yamaha metronómot. It's actually called a click station. Amelyek a neve click station. But the very cool thing about it,
It's, you know, it's like a doctor beat. It has subdivisions, eighth notes, 16th notes, and triplets. De ami igazán, igazán baró ezen a kütyün, az az, hogy ugyanúgy, mint a doktor beat-en, fel van osztva felbontások szerint 8-adok, 16-adok, triolák. And if you're playing a show with a band, you can program in an entire set of music with all the different song tempos. És abban az esetben, hogyha egy egész műsort játszik az ember, az egésznek a beállításait be lehet programozni. But if any of you have worked with a click and you're on stage and you look down at the lights, sometimes it's difficult to get the tempo if you only have a second. De abban az esetben, hogyha már biztosan, amikor játszottatok metronommal bulikon, akkor elég nehéz azt követni, hogy a fény, ahogy villog abból, hogyha csak egy másodperc áll rendelkezésünk, hogy hogyan találjuk ki abból, hogy akkor mi is a tempó. So this has a button with the word vibration on. És itt van egy ilyen kis gomb, ami az van, hogy vibráció. And what you do, you just grab it. Meg kell ragadni. And it goes... És ez történik. It's very exciting. Nagyon izgalmas. But you can just put your thumb and get the tempo. Don't even have to look at it, and then count off the next song. De annyi az egész, hogy az ember ráteszi a hüvelykújját, és akkor már is tudja, hogy mi a tempó, és akkor be is lehet számolni a következő számra. And end of advertising. Hát ennyit akkor a reklámozásról. So 45,000. But to answer the question, in any recording situation I've ever been in, you never listen to the click on the offbeat. 2-4, soha nem megy. Like 2 and 4. The click is always... Hogy a kérdésre válaszoljak, bármilyen profi szituációban soha nem 2-4-re szól a metronóm. Because most of the time when you use click, it might be on a recording for an album, but also with film. Everything is synchronized to the downbeat. So, number one, I think it would be a bad habit to learn to play only to the offside of the click. Tehát minden az egész negyedekre van hangolva, bár felvételről vagy film felvételről lenne szó, minden oda van szinkronizálva, tehát nem lenne jó a fordítottra rászokni. The quality of the feel depends on the subdivisions. The quality of the feeling of the rhythm depends on the subdivisions. A ritmus érzete, illetve ennek minősége az a belső felosztáson múlik. So you should be able to swing at a slow, medium, or very fast click, whether it's on the beat half notes or quarter notes. Tehát swingelni tudni kell lassan, gyorsan, akár 2-4-en vagy 1-3-on szól. Tehát mindig ütésen, köszönöm szépen a segítséget. Tehát mindig ütésen legyen a metronóm és nem felütésen. Okay, so with my students, I have them, you know, practice with a click, sometimes to play with it, turn it off, play some more, turn it back on, and see if they've kept the tempo. Tehát a saját tanítványaimmal javasolni szoktam azt, hogy amikor játszanak metronommal különböző tempóban, akkor egyszer csak kapcsolják ki a metronomot, játszanak egy kicsit, és kapcsolják vissza, hogy ugyanabban a tempóban maradtak-e. Some drummers do extreme things like turn down the volume but keep playing and the click is still running and then turn it back to see if they've maintained perfect time. Vannak olyan extremitásokba bocsátkozó dobosok, akik például olyat csinálnak, hogy lehalkítják a hangerőt, de játszanak tovább, és egyszer csak visszateszik a hangerőt, hogy meg ellenőrizzék magukat. Clicks are machines, drummers are human. It doesn't need to be so perfect. Viszont azt figyelembe kell tartani, hogy az emberek, a click, a metronom pedig egy gép. Tehát nem kell teljesen tökéletesnek lenni. And for speed, sometimes it's, you know, you have to remember to build up slowly to it. És a gyorsaságra pedig
érdemes figyelem előtt tartani azt, hogy néha érdemes lassúból előre menni a gyorsabb tempók felé. Someone once asked me how I played the fast tempos in Weather Report. Egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy hogyan játszottam a Weather Reportban ezeket a gyors tempókat. My answer was fear. És a válasz pedig az volt, hogy félelemből. Did that answer your question? Esetleg más kérdés? The 8th note and 16th note beats in the beginning of the clinic. You sang the off beats. Is that just a coincidence or is there any special reason for that? The reason is that it gives me an internal reference point. Tehát az az oka ennek, hogy ez egy belső referencia pontot ad nekem. And it's a reference point that becomes like a knowledge. And it strengthens my inner clock. És ez a referencia pont, ez a viszonyítási pont, ez az én belső órámat erősíti. Okay, the time is not here. A time, az időzítés nem itt található. The time's in here. Nem ide bent. So by singing, I build up a strong discipline and awareness of spaces between notes. És azáltal, hogy éneklek, figyelmet, illetve a koncentrációt építek fel. And I build up an awareness of what a rhythm should sound and feel like. És egy olyan tudatosságot próbálok kiépíteni, hogy egy ritmusnak hogyan kellene szólni és milyen érzete kellene, hogy legyen. So even if I'm playing something very fast, I can maintain a good swing feel. Tehát abban az esetben is, hogyha nagyon gyorsan játszanék, akkor is egy jó swing érzetet tudok létrehozni. Okay. Let's play the fast tune. Let's do your song. Akkor játsszuk valami gyorsat. Játsszuk el a telótemet. I don't know this one very well. Ezt a számot nem nagyon ismerem. This was composed by Cornell. Ezt a számot Cornell szerezte. Thank you.
Songs that we're going to play tomorrow night on the boat. So support your local musicians, support your local Budapest Jazz Orchestra. I hope to see every one of you out there who are here tonight at the gig tomorrow night. Holnap nagyon izgalmas műsor lesz majd a hajón. Több saját számomat is el fogjuk majd játszani, amiket valamiért nem is jutottak eszembe, hogy ma játszhatnánk. Holnap remélem mindenki ott lesz, aki most itt van. Real quickly, I should explain a couple of things. Pár dolgot szeretnék gyorsan elmagyarázni. Well, a guitar player is sitting in front of the bass drum. De a gitáros pont a dob előtt ül. Well, it's actually Chubba's, but this beautiful Yamaha Maple custom drum set. Ez valójában Csabáé, ez egy Yamaha Maple Custom Dobtuc. And I've been playing Yamaha now since 1980. És 1980 óta már Yamaha játszom. I've been playing a drum since 1960. És 1960 óta dobolok. And that's a long time. Ez már nagyon-nagyon hosszú idő. The Yamaha drums, the sound speaks for itself, but it is the most well-designed and most enjoyable percussion instrument that I've ever played. I feel very lucky I get to play on these every day. A Yamaha dobok hangja igazából önmagáért beszél, de mindenképpen a legjobban megszerkesztett hangszer, vagy ütős hangszer, ami valaha is játszhattam, és boldogsággal tölt el, hogy naponta játszhatom ezeken a hangszereken. I'm using Evans drum heads. Evans dobbőröket használok. Zildjian cymbals. Zildjian cintányérokat. This cymbal is called the custom left side ride. Ennek a cintányának neve a custom left side ride, az a baloldali cintányér. In Hungarian or English, it's kind of a stupid name. Elég hülye név, akár angolul, akár magyarul. I can say that because I thought of it. Én ezt azért mondhatom, mert én találtam ki. I helped design this symbol. Én is segítkeztem ennek a cintájának a létrehozásában. And it really has answered all of my drumming problems and dreams. És megoldás volt mindenféle
dobolási problémára, illetve az álmaimat keltette valóra. 22-inch Constantinople medium. Egy 22 inches Constantinople medium cintányérban. Főkísérő cintányérként. 56 centimeters, what they call it. 56 centimeter swish. 56 centimeter swish. 45 centimeter K dark crash. És 45 centiméteres K dark crash. I use Vic Firth sticks. Vic Firth verőket használok. It's a signature model of my own. És az aláírásom már ellátott részemre, vagy az én fémjelzésem alatt készült darab. The thing I like very much about it is that the tip is not too big, so you really hear the sound of the cymbal, not of the wood. Amiért igazából szeretem az, hogy a dobverő feje olyan kis méretű, hogy a cintányér igazi hangját hozzak, és nem csak a fának a hangját hallhatjuk. And I would just like to let you know that if you ever have any questions, or you just want to stop by and say hello, please visit my website, which is petererskine.com. És hogyha abban az esetben, hogyha esetleg valamiféle kérdések merülnének fel felém, vagy egész egyszerűen csak egy üzenetet szeretnétek adni nekem, akkor látogassátok meg az oldalamat, amely petererskine.com címen érhető el. There are even some photographs when I had hair. Még olyan képeket is lehet ezen az oldalon találni, amikor még volt hajam. Real quickly, I thank Kristin and Anna, who have been such wonderful hosts, to play rhythms that are on the beat. Tehát lehet olyan ritmusokat játszani, amelyik rajta vannak az ütésen. Or off the beat. Vagy nincsenek rajta az ütésen. I'm going to play an ostinato, repeating rhythm. Egy ostinátot fogok játszani, egy ismétlődő ritmust. Here's the quarter note. Ezek a negyedek. It's a Brazilian rhythm called a baião. Ez egy brazil ritmus, baião. Okay. Here's on the beat. Most rájátszok az ütésekre. Off the beat. Most pedig az ütés felmegy. On the beat, double the eighth notes. Ütésen nyolcadok. Off beat. Felütésben nyolcadok. On the beat triplets. Triolet. Off beat triplets. És felütésen triolet. Three, four. Pretty cool, huh? Tök jó, nem? Okay, and now by varying the dynamics, like one of our audience members suggested early on. És annak megfelelően az egyik közönség tagunk javasolta, a dinamikát egy picit most módosítani fogjuk. And by adding a rule, like a game. I'm going to add a rule. És egy szabályt fogok most felállítani. No licks. Semmi különleges figura. No double strokes. Semmi dupla ütés. I'll try not to play what I know. De nem próbálok meg mindent eljátszani, amit tudok. I'll just combine some rhythms. Csak megpróbálok ritmusokat, bizonyos ritmusokat kombinálni. I hope you enjoy this, and I hope this will give you some ideas. Remélem, hogy élvezni fogjátok, és pár ötletet meríthettek ebből.